Meg fogom mutatni, hogy én hogy szoktam így ünnepelni a Halloween-t, mármint beöltözésileg hogy szoktam kinézni. Egyértelműen boszorkány lesz a téma, és egy kis Halloween-os hangulat, gyertek között mindenféleség, úgyhogy igen. Most a sminket nem fogom így megmutatni, mert mindenki elunná az agyát, viszont tehát fölteszem, mert van egy tutoriálom, tehát aki kíváncsi a füstös szemekre, mert lényegében ugyanazt teszem fel, az majd megnézi itt a linken, és egyébként meg. Tehát ezzel későn is lennénk, aki kíváncsi arra, hogy hogy csináltam, az nézze meg a tutoriál videót majd. Aztán még tetszés szerint lehet hozzáadni egy-két jelképet ide, vagy ide a szem alá, pöttyöket, csíkokat, bármit, vagy ilyen lehúzottak ki, hogy szeretné, látok bízom. Tehát, kész is van. Én ilyen csillagot szoktam ide rajzolni, ugye pentagram, ki hogy hívja, meg ilyen kis pöttyöket ide tenni, ilyen dekorációként. Tehát ilyen igazi boszorkányos, mint megmondható ez. Na, következő lépés pedig, egy pillanat, éhes vagyok. Mehetünk tovább. Ahogy látjátok, közben már elkészült a hajam is. Úgyhogy már csak egyetlen egy dolog hiányzik a fejemről. Mégpedig igen, a boszorkány sapka, ami itt van. Egyébként ezt még én csináltam nagyjából 3 évvel ezelőtt. Tehát én voltam össze egy anyagból, mindjárt felveszem. Ilyen csúcsos kis sapi, ilyen bársonyféleségű anyagból készült. Ugye, hát nem csak varva lett, hanem ilyen kapcsolatban, amit látjátok, elég ilyen módon, de így tudtam megoldani. Viszont nem olyan rossz, van egy ilyen merevítő benne, hogyha felvesszük, akkor ezt így bele szoktam rakni, már bocs, hogy egy kézzel is rakodok, de már. Tehát így szokott benne lenni, és akkor így nem szokott a felső része lekonyulni, mert túl vékony. Nagyjából így ennyi. Aki szeretné, konyulítsa le. Nem tudom, nektek van-e valamilyen buszi sapkátok, milyenetek van. Nekem ilyen eléggé hajlékony, több felképpen lehet így hajlik dobni. Ennyi. És akkor megmutatom, hogy milyen cipőt szoktam felvenni hozzá. Kicsit koszos, de nem lényeg. Ilyen magas sarkú csizmaszerűség. Pontosabban csizma. Ezt most jól megmondtam, minden. Mit szoktam? Harisnyát nem szoktam. Aztán mi van még, ami kell? Igen, varázspálca. Azt be is hoztam. Ez igazából egy késélező. Ha nézzetek fiének, tudom. De jó lesz, ez meg fog felelni most pálcának. Tehát ennyi a kellék. Mutatom is, hogy néz ki egyben a szer. Most ennyi lett volna a boszorkányos tutoriál. Tehát jó készülődést, halloweenozást mindenkinek, aki szereti az ünnepet, aki meg nem, az meg, annak meg nem. Tehát, ja, és hogyha nem nézitek meg a következő videómat, akkor elvarázsolok titeket. Csiribú, csiripa!